Halleluja. Hát nem beszéltünk össze, tehát tényleg nem beszéltünk össze, hogy ki mit fog mondani, de én azzal szeretném kezdeni, ami, hát ez a Fóris Attilai rohadt mászlista. Nem? Hát ilyen csajokkal. Hát lehet így is mondani, a dolog ugyanazt jelenti. Mászlista, az is azt jelenti, hogy áldott. Néztem ezt a négy csajt, akikkel ő itt énekelhet, hát tényleg. Nagyon áldott ember, hogy ezt a Gyula itt nagyon jól kijavította. Miután Görvis tanár úr már elintézte a jövő évet, hogy március 15-ével a Covid-nak vége lesz, és felszabadulunk, én annyit mondanék, hogy nincs kijelentésem arról, hogy a 2022-es évben mi fog történni. Konkrétan. De körülbelül két héttel ezelőtt szólt hozzám, úgy hiszem az Úr, egy igét, és ezt az igét szeretném veletek megosztani. Ami úgy gondolom, hogy viszont aktuális. Mielőtt ezt a Zsidó Levél 12. fejezetéből elkezdeném olvasni, ez a 2021-es éven is gondolkodtam, nevezetesen azon, hogy ha nagyon le akarom egyszerűsíteni, ennek a 2024-es évnek egy fontos tanulsága volt a világ számára, hogy az ember, ez a csúcsragadozó, amelyik mindent az uralm alá hajtott, és évszázadokon át a természetet és mindent a maga uralm alatt tartott, és ki is szipolyozta, ahogy kell, ahogy lehetett, nem ura a helyzetnek. A csúcsragadozó az ember menekülésre kényszerült, defenzív védekező állásba helyezkedett, el kell takarnia az arcát, telerakta ez a 2021-es év félelemmel az embereknek a szívét, a lelkét, hogy mikor jön a korság, mikor csap le a járvány, és így tovább. Ez egy szembenézésre készített mindenkit. Ugyanakkor az eklézsia is egy kihívás elé került, az egyház. Megmérettetett a hitünk valósága, megmérettetett, sőt felértékelődött a közösségnek a valósága, az Istennel való közösségünkből is a valóságos dolgok működtek csak. Nem lehetett csak úgy odaállni, blöffölni. A blöffök elsültek, nem működtek. Ahol valóságos hitünk volt, ott pedig Isten hűségét és szeretetét meg is tapasztaltuk. És felértékelődött a kapcsolata, közöttünk levő kapcsolat is. Számomra ennek a 2021-es évnek a, talán az egy, azon túl, hogy két unokám is született, ami azért frendetikus, csodálatos, nagyszerű, de azon túl volt ez a vajtai tábor, akik ott voltatok. Az a szeretet inkubátor, amiben Isten berakott minket, ahol nem volt se félelem, se szorongás, se Covid, se eszünkbe nem jutottak ezek a dolgok. Csak élveztük egymást, élveztük az Úrral és az egymással való közösséget. Ez a 2021-nek számomra ez a két dolog volt a legnagyobb tanulsága. És úgy hiszem, hogy 2022-ben ez fog folytatódni, és akkor szeretném felolvasni először a Héberekhez írott levélnek a 12. fejezetéből az utolsó 4 vagy 5 verset, a 26-tól a 29-ig. És utána folytatjuk. Azt mondja a 26. fejezet, 26. vers, akinek a szava akkor megrendítette a földet, most pedig ígéretet tesz, ezt mondva, még egyszer megrázom nem csak a földet, hanem az eget is. Az a még egyszer pedig jelenti az álhatatlan dolgoknak, mint teremtményeknek a megváltozását. Hogy a rendíthetetlen dolgok maradjanak meg. Annak okáért mozdíthatatlan országot nyerve, legyünk háládatosak, melynél fogva szolgáljunk Istennek tetsző módon, kegyességgel és félelemmel, mert a mi Istenünk megemésztő tűz. Amikor ezt a,
ez az ige két héten át itt dobolt bennem, legfőképpen az a rész, hogy mozdíthatatlan országot nyertünk, és ezért legyünk háládatosak, és szolgáljunk az Úrnak kegyességgel és Isten félelemmel. És úgy voltam vele, hogy Görbis Tamásnak a társasága, meg a hatása az arra inspirált, nem csak ezt csak viccként mondom, hogy nézzük meg az előtte levő dolgokat is. És elkezdtem elolvasni az egész zsidó levél 12. fejezetét, hogy mi van ezelőtt. Miből nő ki ez a gondolat, hogy azt mondja, hogy Isten meg fogja rázni az egész ketyerét, és külön fognak válni a mozdíthatóak és a rendíthetetlen dolgok. És ez a megrázás, én úgy hiszem, hogy folytatódni fog. De kérlek benneteket, hogy velem együtt nézzük végig nagyon gyorsan, mert az idő, ugye a gyerekek is jönnek majd, az hajt előre minket, de úgy gondolom, hogy érdemes végignézni, hogy mik azok a dolgok, amikre Isten fel akarja készíteni a mi szívünket, az ő népét, és itt konkrétan ezeket a héber embereket. Tehát akkor olvasom a 12. fejezettől, és akkor a Zsoltit is, meg a Tofit is kérem, hogy szorgalmasan kövessenek. Annak okáért mi is, akiket a bizonyságoknak ilyen nagy felleg vesz körül. Tehát itt arról beszél, hogy előtte a 14. fejezetben a hitnek a hősei vannak, akiknek a hite példaként ott van előttünk. Azt mondja, hogy tegyetek félre minden akadályt. Nézzetek a megkörnyékező bűnt, és azt mondja, hogy kitartással fussuk meg az előttünk levő küzdőteret. Tehát az első dolog, amit mond, hogy kitartással fussuk meg az előttünk levő küzdőteret, félretéve az akadályt. Utána így folytatja. Nézzetek a hitnek a fejedelmére. Tehát meghatározza, hogy mire kell a figyelmünket fordítani ebben a következő időszakban. Nézvén a hitnek a fejedelmére, kezdőjére és bevégzőjére, Jézusra. Aki az előtte levő öröm helyett, megvetve a gyalázatot, keresztet szenvedett, és az Isten királyi székének a jobbrára ült. Gondoljátok meg azért, hogy ő ilyen ellene való támadás szenvedett el a bűnösöktől, tehát gondoljatok erre, hogy ő mennyire végigcsinálta, milyen körülmények között volt engedelmes az atyának, és azt mondja, akkor nem fogtok elcsüggedni a lelketekben, és nem fogtok elalélni. Amikor rajta tartjuk a tekintetünket Jézuson, akkor kitartással meg tudjuk futni ezt a pályát, és nem fogunk elcsüggedni, ezt mondja itt a szerző. Mert még végig, itt úgy mondja az eredeti, hogy a vérig még nem állottatok ellen. Tehát az, ami megpróbáltatás történt, az még nem a vérig történt. Tusakodva a bűnen ellen. És az 5. verstől a 11. a fenyítésről van szó. Az Úrnak a fenyítéséről. És ezzel sokat vegzáltak engem annak idején, ezt megelőzően, hogy majd jön az Úr, azt jól megfenyít. De egy kicsit arra kérlek benneteket, hogy ezt most olvassuk figyelmesen. Mert itt nem egy elverő pedelusról van szó, egy tanárról, amelyik kihív és megleckésztet, és most aztán jól rád bizonyítja a nyavajás piszok dolgaidat, hanem azt mondja, elfeledkeztetek az intésről, ami nektek, mint fiaknak szól. Fiam, nevesd meg! Fiam, nevesd meg, amikor téged, a te édesapád korrigál, kiigazít. Ne lankadj, amikor ő dorgál, mert akit szeret az Úr, azt korrigálja, azt dorgálja, azt ostorozza meg mindenkit, akit a fiává fogad. Tehát amikor Isten helyére teszi az életünkben a dolgokat, azzal nem a célja, nem az a célja, hogy kinyírjon, meg megalázzon, meg tönkre tegyen, hanem az, hogy a szentségéből részesítsen, a természetéből. Jó akaratból teszi, célja van vele. Ha fenyítést elszenveditek, akkor veletek úgy bánik Isten, mint a fiaival. Mert melyik fiú az, akit nem fenyít meg az apja? Ha fenyítés nélkül valók lennénk, amiben mindenek részesülnek, akkor korcsok lennénk, nem fiak. A mi testi apáink fenyítettek minket, és becsültük őket.
Hát sokkal inkább engedelmeskedjünk a szellemek atyának, és élni fogunk. Ők, a testi apák, azok kevés ideig a tetszésük szerint fenyítettek. A mi mennyei édesapánk viszont a javunkra. Ne félj a 2022-es évtől. Az Isten kezében vagy, és ő az édesapád. És ha korrigálni fog, nem úgy fog korrigálni, hogy eltörik kezed, lábad, és megver téged valami betegséggel. Nem úgy fog korrigálni, hogy tönkretesz. Ő nem. Egy édesapa. Ő nem ad követ. Nem ad skorpiót. Nem ad kígyót 2022-ben. Az ő édesapának a kezéből senki ki nem ragadhat téged. És azért teszi, ha korrigál is, hogy a szentségében részesüljünk. És azt mondja, hogy erőn felül nem engedi meg, hogy erőn felül megpróbáltassunk. Bármely fenyítés ugyan, tehát a korrekció nem látszik örvendetesnek, hanem keservesnek. Ám de utóbb az igazság békességes gyümölcsével fizet azoknak, akik általa gyakoroltatnak. Ezért, mert Istennek a kezében vagyunk, és az atyai kezében vagyunk. A lecsüggesztett kezeket és az ellankadt térdeket egyenesítsétek fel. Tehát ne lógjon, mint fülesnek, Mici Mackóból a füled, akinek jön a születésnapja, és azt mondja, hogy úgyse kapok semmit. Nem, te kapsz. Azért, mert nem füles vagy, hanem Mici Mackó, akinek ott van a méz a mennyei atyától. A lábaitokkal egyenesen járjatok. A sánta ne elhajoljon, hanem inkább gyógyuljon meg. Tehát az Istennek ez a terve 2022-ben is ez lesz. Kövessétek mindenki irányába a békességet. Miért tudjuk követni mindenki irányába a békességet? Akkor tudjuk követni, mert ha belül békesség van. Ha ővele éljük meg a békességet, akkor van miből adnunk békességet. És törekedjetek a szentségre, egyébként ő szentel meg, amely nélkül senki sem látja meg az Urat. És jön egy intés, nagyon izgalmas ez az intés, a 15. vers. Vigyázzatok arra, hogy az Isten kegyelmétől senki ne szakadjon el. Mit mond? Egy figyelmeztetést mond. Mitől ne szakadjunk el? Attól a hittől, hogy Isten a szerető atyánk, senkinek ne engedd meg, hogy kibeszéljen téged abból a hitből, hogy Krisztusban Isten neked a szerető édes apád. Vigyázzatok, hogy ettől a hittől semmilyen módon, semmiféle tanítás, semmiféle hazugság ne tudjon ebből kibeszélni. Apa szeret. Ugyanis, hogyha ebből ki tudnak énekelni minket, akkor fölnőhet a keserűségnek a gyökere, amiről beszél. És az fölnövekedhet, és megzavarhat sokakat. De csak akkor tud fölnövekedni a keserűség gyökere, akkor tudunk megkeseredni, ha elfelejtjük, hogy Isten egy szerető édesapa, ami számunkra mindenképpen. 16. vers. Ne legyen senki parázda vagy istentelen, mint Ézsau, aki egy ételért eladta az első szülöttségi jogát. Nem a parázdaságról van szó. Elsősorban nem erről szól. Ezzel ostorozni akartak mindig minket. Hogy így ne paráznák, hogy mert rosszat teszel magadnak. De itt arról beszél, hogy ne legyetek olyanok, mint az Ézsau. Ne engedjük meg azt, hogy az a hitünk legyen, mint Ézsaunak. Tudjátok, Ézsaunak mi volt a hite? Miért adta el az első szülöttségét? Mert azt gondolta, hogy én csak halni járok. Ne hidd el, hogy te nem vagy az Isten fia. Ragaszkodj a pozíciódhoz, hogy Isten fia vagy 2022-ben. És nem fog elvinni, nem fog elhúzni semmilyen szél téged a te atyádnak a szeretetétől, jóságától. Ézsau, aki így gondolkodott, hogy ő csak halni jár, azután is akart örökölni az áldást, amiután megvettetett, de nem találta meg a megbánás helyét, nem ismerte fel, hogy Isten egy atya, és hogy ő egy fiú, pedig könnyhullatással kereste az áldást. És utána két szövetségről beszél. Nem járultatok megtapintható hegyhez, a Sínai hegyről beszél, lángoló tűzhez, ahol a törvényt kapták, sűrű homályhoz, sötétséghez és szélvészhez. Nem ehhez járultunk.
A trombita harsogásához, a mondások szavához, amelyet akik hallottak, kérték, hogy jaj, ne, intéztessék hozzájuk a szó, mert nem bírták ki, ami parancsolva volt, még ha oktalan állat ér is a hegyhez, kövesztessék, vagy nyillal lövettessék le. Olyan rettenetes volt az a látomás, hogy Mózes is azt mondta, megijedtem és remegedik. Nem ehhez járultunk. Haló? Nem ehhez az Istenhez járultunk. Ez az Isten, aki így mutatta meg magát akkor, ez az Isten nekünk Krisztusban hogyan jelentette ki magát? Atyának. Azt mondja Jézus, megjelentettem a te nevedet nekik. Ez az új szövetségnek a lényege. Hogy te, és 22-ben ez a hit meg fog tartani. Ez a viszony, ez a szövetség meg fog tartani. Azt mondja, hova járultunk akkor? Sion hegyéhez, a kiválasztott hegyhez. Az élő Isten városához. A mennyei Jeruzsálemhez. Ha-ho! Mennyei Jeruzsálemhez. Kik vannak? Az angyalok ezreihez. Ide vagyunk járulva. Ide tartozunk. Az elsőszülöttek seregéhez. Mi az, hogy elsőszülöttek serege? Hát egy elsőszülött van. Akkor most mi ez, hogy serege? Tudod, mit jelent ez? Hogy Krisztusban te is elsőszülött vagy. Ho-ho-ho-ho! Gyulán. Elsőszülött. Mindenből duplát kap. Az elsőszülöttek seregéhez, az egyházhoz, akik be vannak írva a mennybe. Ide tartozunk. Mindenek bírájához, aki történetesen az Isten, aki nekünk az édesapánk. Mindenek bírája. A legfőbb bíró a papa. Ahol nekünk protekciónk van, nem magunk miatt, Jézus miatt. Azt mondja, a tökéletes igazak szellemeihez járultunk. És ott van még az új szövetség közbenjárója, ha még valamit elszúrunk, Jézus, mint főpap közbenjár, és a meghintés vére, ami teljesen és tökéletesen elválaszt, megszentel, megoltalmaz, szövetségbe visz, és jobbat beszél, mint az Ábel vére. Ehhez járultunk. Ő hozzá járultunk. Ide tartozol. Ide tartozol. És ezután jön az, hogy meg fogja rázni. Meg fogja rázni Isten. Igen, meg fogja rázni. Én is úgy gondolom, hogy meg fogja rázni. De nekünk mit mond? Még egyszer megrázom nem csak a földet, hanem az eget is. De ez mit eredményez? Az a még egyszer, az álhatatlan dolgoknak, mint teremtményeknek a megváltozását jelenti. Azért, hogy a rendíthetetlen dolgok megmaradjanak. Tudod, a megrázás és a rendíthetetlen áll szemben egymással. És utána azt mondja, hogy annak okáért mozdíthatatlan országot nyerve legyünk háládatosak. Ez az ország, ahol mi tartozunk, ez nem tud megmozdulni. Tehát, hogyha a ketyere remeg, az egész mozog, akkor is ez az ország, ahol én tartozom és te tartozol, ez soha meg nem rendül. Ez mozdíthatatlan. Ha te ebben az országban gyökeredzel, és ebből az országból nem engeded a te pozíciódból kibeszélni magad, ebben tartod a hited által saját magadat, akkor semmi nem fog téged megrendíteni. A 2022-ben is Isten szeretőknek minden össze fog dolgozni a javukra. És azt mondja itt, hogy mozdíthatatlan országot nyertünk, legyünk háládatosak. Hát én is ilyen nagy görögös vagyok, biztos tudjátok rólam. Tudjátok, milyen szó szerepel itt a háládatos? Az, hogy karisz. Ez gyakorlatilag mindenki tudja, hogy mit jelent. Ez a szó szerepel ott, hogy amikor, mert mozdíthatatlan országot nyertünk, ezért legyünk kariszok. Ezért legyünk benne, ebben a kedvességben, az Istennek a kegyelmében, az Isten szeretetében. Ebből kinövő ez a karisz, ez a háládatosság, ez az Isten jóságából, kedvességéből kinövő, hálaadó
hódoló életmód. Ez a válasz. Értitek? Mozdíthatatlan ország, részesültünk ebből a csodálatos karizból, és ezért azt mondja, legyünk háládatosak. És az életünk szolgálja az élő Istent, neki tetsző módon, ez a kegyesség, amit itt használ ez a kifejezés, hogy ránéz az Isten jóságára, és az Isten jóságából fakadó, hálaadó, hódoló élet. És utána azt mondja Deosz, hogy félelemmel és rettegéssel. Mi az, hogy félelemmel és rettegéssel? Ez nem azt jelenti, hogy Istentől kell félni. Hiszen az egész idáig erről szól, hogy őtől nem kell félnünk. De azt jelenti, igen, hogy a prioritásomban, az értékrendemben, a gondolkodásomban ő van az első helyen. Hogy valóban félem őt. Tudom, hogy az ő életem az ő kezében van, hogy őtőle függök. És ez nem egy görcsöt okoz bennem, hanem egy biztonságot, de van egy tartása. Tartása az életemben. Nagyon nagyra értékelem azt a szabadságot, amit Isten adott nekünk. Arra, hogy bármilyenek lesznek is 2022-ben a körülmények, én azt mondom neked, emeld fel a tekintetedet, és nézd fel őrá. Mert te mozdíthatatlan országot nyertél, és ezért legyél benne a karizban, mint Istennek a gyermeke, mint az atyának a szerelmetes fia. És tudjad azt, hogy mostanában nem szeretnek beszélni, hogy azzal fejezi be, hogy mert a mi Istenünk megemésztő tűz. Kegyelem ide, kegyelem oda. A mi Istenünk megemésztő tűz. Ez jelenti az Istennek a minden értelmet és képzeletet felülhaladó szeretetének a tüzét. De jelenti ez a tűz a tűznek a tavát is, amely megemészt mindent. Mi Istenünk megemésztő tűz. És jelenti, ahogy az 1 Korintus 3-ban van leírva, hogy meglássa, hogy ki mit épít az életében, mert semmilyen más alapot nem vethetünk, csak Jézust, a Krisztust. De hogy erre mit építünk, az rajtunk múlik. Építetünk aranyat, ezüstöt, drága követ, hitnek és szeretetnek az élet cselekedeteit, és építhetünk fát, szénát és pozdorját, hiába valóságokat. És amikor átmegyünk a tüzön, akkor ez meg fogja próbálni. És azt mondja, hogy lesz, aki átmegy a tüzön, mert aranyat, drága követ, ezüstöt épített az életében. És lesz, aki átmegy a tüzön, de épp hogy egy gatyában, csak átmenekül. De azért átmegy. A mi Istenünk megemésztő tűz, így fejeződik be a 12. fejezete. A mozdíthatatlan ország bennünket a kariszra ösztönöz, hálára. A kegyelem elfogadása, megértésének az eredménye. És ezért tudunk szolgálni kegyességgel és Isten félelemmel. Én ezt kívánom magamnak is, és nektek is. És 2022-től én nekem is az a véleményem, hogy a világnak egy kemény évé következik. Megrázási éve lesz, úgy hiszem. Bár március 15-én megszűnik a Covid. De hát én elhiszem. Tamás mondta, hozunk 15-én követ, ha nem, akkor cukrot kap. De a lényeg, akármi lesz, te tudjad azt, hogy mozdíthatatlan országot nyertél. És ennek az országnak nem szolgálja vagy csak, hanem az országnak te vagy a királynak a fia. És ez az ország itt van, ez a mozdíthatatlan ország benned van és közöttünk van. És bárhogy lesz ebben a 2022-es évben, azt mondom neked, az ő kezéből senki nem ragadhatja ki a te életedet. Amen. Akkor most dicsérjük az Urat, azt mondja a Görvisz tanár úr, úgyhogy gyertek, kedves dicsérők, addig én imádkozom egyet, kérlek, álljatok fel. Atyánk, hálát adunk ezért a 2021-es évért.
Köszönjük, hogy nagyon sok mindent tanultunk. Köszönjük, hogy sok mindent mutattál, és sok mindent megértettél velünk. És ugyanakkor rengeteg kérdésünk van továbbra is. Köszönjük az áldásaidat, Uram. Köszönjük azt, hogy élünk, hogy itt lehetünk, és imádhatunk, és dicsérhetünk téged. És Uram, most is megemlékezünk azokról, akik bajban, nehézségben, betegségben gyötrődnek, testvéreinkről. És így imádkozunk a Liliért. Így imádkozom az Istvánért. És kérlek, Uram, egy akaraton elébed visszük ezeket a testvéreinket, és Uram, imádkozunk, hogy gyógyíts meg őket. Uram, az ő életüket megtámadta a gonosz betegség. De tudjuk, Uram, hogy te vele vagy, velük vagy. És az Úr Jézus nevében mi, mint Istennek a népe, Istennek a gyermekei, hatalmat veszünk, és ellene állunk az gonosznak. Ellened állunk, te sztrog, ellene állunk, te Covid, gyulladás, hurut. Jézus Krisztusnak a nevében megdorgálunk téged, és megparancsoljuk, hogy engedd el a mi testvéreinknek a testét, az életét, mert ők Jézus vére által meg vannak váltva, és hisszük, Jézus, hogy amit te a kereszten elvégeztél, az valóban elvégeztetett. És ezért a te sebeidben megnyert gyógyulást kérjük, és kívánjuk, és mondjuk a mi testvérünknek az életére, a testére. És te betegség távozz el, és takarodj el az ő testükből is. Az Úr Jézus nevében Istennek a gyógyító, feltámasztó élete, ereje járja át a ti tagjaitokat. És Uram, imádkozom ezért a gyülekezetért is. És nagyon hálás vagyok azért, hogy itt szeretetben és békében a te igazságodat követve élhetjük az életünket. Te veled, Uram, hogy valóban te folyamatosan ellátsz és gondoskodsz rólunk, és megáldasz bennünket. És köszönöm az én testvéreimet, és köszönöm, hogy élhetjük a te veled és az egymással való közösséget is. És kérlek, Szent Szellem, hogy vezess tovább bennünket. Ebben az egész 2022-es évben nyisd meg még inkább az igének az ajtaját. És Uram, arra kérlek, hogy vezess minket olyan emberekhez, akik még nem ismernek téged, de te már ismered őket, hogy el tudjuk mondani nekik, hogy meg tudjuk osztani velük azt, amit te tőled kaptunk, a te szeretetedet, hűségedet, kegyelmedet, Jézus. Hogy ők is megismerjenek. Uram, azért imádkozom, hogy ebben a 2022-es évben sok ember életében ragyogjon fel a te világosságod. A Jézus Krisztusnak a nevében. Amen.